Jó estét kívánok, kedves nézők! Rögtön az elején játékra invitálom önöket. Nem azt javaslom, hogy nem minket nézzenek, hanem a Facebook profiljukat, vagy a Kölcsei Televízió Facebook oldalát, de ne felejtsék el, hogy ezen a héten is játékot hirdetünk, kukkancsanak rá a Facebookunkra, és két darab mózi egyel gazdagodhat majd a legszerencsésebb kedves néző. Nagyon-nagyon szerencsés vendégeket köszöntök itt a stúdióban. Vasvári Pál gimnáziumból érkeztek hozzánk, Gyuri Izabella pedagógus, Tóth Sára és Biki Dominik, ti pedig, hát nem vagytok még pedagógusok, és nem is tudom, hogy minek készültök, minden esetre nagyon szép sikereket és eredményeket értetek el egy versenyen. Hát nem is tudom, ki lesz az, aki magát ezt a versenyt ismerteti, mi is volt ez, és hogy kerültetek egy projektmunkával a legjobb három közé? Minden évben meghirdetik a digitális témahetet az iskolák számára, és ilyenkor az iskolák fölvállalhatják azt, hogy a hagyományos órakereteken belül, vagy akár teljesen új módszerekkel, de a digitális eszközöket használva adják át az új anyagot, vagy ismételnek, vagy foglalnak össze, és mi azt találtuk ki az akkori 11D, most 12. D-osztályosok már a diákok, vezetőjével, Komoróczi Tamásné tanárnővel, hogy ne egy felajánlott programot valósítsunk meg, hanem dolgozzunk egy saját projektet. Hát ez mindig érdekes. Igen, ugye, meg talán jobban lehet a kereteket is feszegetni. Így van, és jobban illik a mi adottságainkhoz. Informatika tagozatos osztályról van szó, akik talán mondhatom, hogy szeretik a történelmet is, és ezért találtuk ki az első világháború plusz című projektet, aminek, ha elmondom az alcímét, abban benne van a lényeg, ugyanis ez az alcím, hogy gyűjts információkat, gondold át és oszd meg. Arra törekedtünk, hogy ha már ismernek a diákok egy történelmi témát, mondjuk az első világháborút, akkor mindenki a saját érdeklődési körének megfelelően gyűjtsön hozzá újabb ismereteket, találja meg a tantárgyi kapcsolatokat, 8 tantárgyal és 8 kollégával dolgoztunk együtt ezen a projekten, és hát ha megvan ez a tudás, akkor ezt valahogy be kell mutatni, és ez volt a legrázósabb része a dolognak, én ettől féltem a legjobban, el tudjuk elérni a diáktársakat, vagy a diáktársaikat a gyerekeknek, és azért örülök, hogy Dominik és Sára van itt velem, mert ők voltak annak a kis csapatnak a vezetői, ezt projektmunkában valósítottuk meg, mindenki vállalt valamilyen csoportban munkát, és ők voltak azok, akiknek az volt a feladata, hogy az az anyagot, amit mi összegyűjtöttünk, és amiből készítettünk egy weblapot, az eljuttassák a vasvárisokhoz. Tudjanak arról a vasvárisok, hogy mi mind dolgozunk, érdekelje őket, ha lehet a téma, és azt gondolom, hogy ügyesen megoldották ezt a diákok. Gyakorlatilag szerintem borzalmasan nagy volt az információ is, amit feldolgoztatok. Hogy fér bele ez egy diák életébe a mindennapi szörnyűségek mellett? Mert ugye azért ez a, gondolom a 8 pedagógus egy kicsit jó fej volt, mert tudta, hogy mind dolgoztok, de azért kell rendesen tanulni. Hogy néz ki egy napotok, vagy egyáltalán hogy kerültetek pont az informatika szakra? Egy picit mutassátok be magatokat is. Sára, jó? Adjuk át a lehetőséget. Hát igazából engem mindig is érdekelt nagyon így az informatika, meg ugye, hogy fejlődjünk a korra. Én ugye nagyon örültem neki, és tényleg azt láttam az összes diákon, meg mindenkin, hogy nagyon beleélték magukat. Tehát mindenki látszott azt, hogy nem ez a notóriusos reggel felkelek iskola, tanórák, minden, hanem tényleg mindenki lelkes volt, mindenki amit szeretett. Úgy kezdődött az egész, hogy ilyen kisebb csoportokra osztottuk magunkat, és mindenki elvállalt egy témát. Ugye mi Dominikkal, meg még pár osztálytársunkkal a marketing részt vállaltuk, és kifejezetten jól ment, nagyon örültünk neki, és még mi is meglepődtünk azon, hogy nagyon sok diákot meg tudtunk ezzel az egésszel fogni, és nagyon sok mindenkit tudtunk ezzel mozgatni. Mit használtatok a népszerűsítésre? Hát a népszerűsítésre úgymond két platformot használtunk, az egyik az egy Facebook oldalt indítottunk, ami egy héten át folyamatosan működött, ez idő alatt folyamatosan posztoltunk, az épp a munkáról, hogy hol hagydunk a munkába, emellett egy videót is készítettünk, egy úgynevezett kisfilmet, amivel hát beszerettük volna mutatni ezt az első világháborút a diáktársaimnak. Úgy gondoljuk, hogy ez sikerült, ugyanis például a Facebook weboldal 270 lájkot gyűjtött össze egy hét alatt, és több mint 3000 embert ért el.
Ez alatt az idő alatt, hogy egy picit beleástátok magatokat a történelembe, valóban megérintett titeket a történelem? Tehát éreztétek azt, hogy azért ez sokkal több volt, mint amit, tehát nem csak egy papír, meg néhány betű, hanem valóban egy óriási tragédiája a világnak. Hát én úgy gondolom, hogy sokkal jobban fel tudtuk fogni az adott anyagot, ugyanis aktívak volt az egész osztály, mint ahogy Sára is elmondta, egy-két osztálytársunk is, aki eddig nem volt túlságosan aktív, aktivizálta magát, emellett sokkal egyszerűbben, könnyebben tudtuk felfogni az első világháborút, mint hogyha csak bemagoltuk volna, vagy éppen leadták volna az anyagot. Ugye ebben az volt az izgalmas, hogy nagyon hosszú ideig tartott maga a felkészülés, a kidolgozás, és nem tudtátok, hogy kik lesznek a konkurencia, mert ugye hát ez egy országos verseny volt. Most egy picit sikerült belelátni a többiek munkájába? Vagy hogy mégis tényleg az a harmadik helyezés, amit ti elértetek, az valóban egy nagyon-nagyon szép eredmény. Én tehát azt gondolom, hogyha most átvehetem a szót, hogy a kolléganőmmel elmentünk a díjkiosztóra, és ott találkoztunk a többi kollégával. És ami nekem nagyon tetszett, hogy a legkülönbözőbb, tehát a középpontban a digitális technika alkalmazását és az új módszerek. És elmondták ott, hogy a mi anyagunknak az erőssége, ez a projektmunka volt, és a csoportmunka. És amikor arról beszélünk, hogy 21. századi készségeket kellene kialakítani az iskolában, és fölidézzük, hogy mik ezek, kreativitás, kooperáció, kritikai gondolkodás, és a digitális eszközöknek a nagyon jó készségszintű használata. És az, ahogy a gyerekek dolgoztak egy hét alatt, pontosan ezt erősítette, sőt mondhatom, hogy olyan rejtett tehetségekre derült fény, de erről Dominik tud beszélni, mert ő például ekkor kezdett el filmeket készíteni. Eddig szúnyad benne ez a varázs. Így van, és volt egy feladat, meg kellett oldani, és kiderült, hogy remekül vág, jó érzéke van hozzá, és azóta már egy másik pályázaton is sikerült például. Dominik, figyelj, a adás után neked nem kell hazamenni, hanem vannak itt ilyen kis apró szösszenetek, amikkel esetleg egy picit dolgozhatsz. Az a baj, hogy persze már most elfogyott az időnk. Egy utolsó dolog. Van-e arra esély, hogy ezt a rengeteg értékes munkát, amit ugye nem csak ti, hanem az ország többi diákja is készített, hogy ez tehát mindenki számára elérhető legyen, akár iskolai keretben megtekinthető legyen, mert úgy gondolom, ezek értékes kincsek. Igen, és erre van is törekvés. Mi most tanárnővel elkészítettük a saját projektünknek a leírását úgy, hogy más tanárok is felhasználhassák jó ötletként, és a Nemzeti Pedagógus Kar készít egy olyan honlapot, ami kimondottan az új módszereknek, és ezeknek az új kommunikatív, valóban kooperatív eljárásoknak, lehetőségeknek a tárházát fogja adni, úgyhogy hamarosan ott is olvasható lesz a projektünk, és folyamatosan töltik fel az anyagokat. Én azt gondolom, hogy keresni kell valóban a lehetőséget arra, hogy megújuljon az oktatás, és mindig az új módszereket becsempészünk egy kicsit a mindennapokba, gyerekek érdekében. Hát köszönjük szépen, szívből gratulálunk nektek is, és persze a többieknek is adjátok át ezt a valamennyi néző nevében. Köszönjük, hogy itt voltatok. Reformációs kiállítás nyílt Újfehértón, és erre invitáljuk most a kedves nézőket, hiszen november végéig még látogatható. Fogarasiné Tóth Zsuzsanna múzeológus és Baracsi István református lelkipásztor a vendégeink. Gyakorlatilag a kiállítás megnyitását azért megelőzte egy hosszabb folyamat, hiszen a reformáció ünnepére készülődtek. Lehet mondani, hogy ez egy fajta koronája volt, ami tulajdonképpen a látogatók számára hosszú időn át látogatható és információkat gyűjthetnek. Természetesen így gondolkodhatunk erről, hiszen mi csodálatos ajándéknak tekintjük a Jóistentől, hogy a mi nemzedékünk érte meg a reformáció 500. évfordulóját, és erre igyekezett a gyülekezet, természetesen a várossal együtt méltóképpen készülni. Az elindulás az már korábban megfogalmazódott, hiszen már január végén is február magasságában egy színdarabot állított színre a református gyülekezet közössége, Tóth Máté Miklós Én Károli Gáspár című monodrámájának egy pódiumjátékká fejlesztett változatát, ami gyönyörűen sikerült.
Azt követően reformációs versenyek történtek, hiszen a református gyülekezet iskolát és óvodát is tart fent, és természetesen a 31-e volt az, amikor nem csupán egy ünnepi istentisztelettel, hanem azt megelőzően a templomkertben egy kettős kopjafa állításával állítottunk emléket ennek az ünnepségnek, ennek a jubileumnak, és ezt követően pedig egy gyönyörű kiállítás nyírt a reformációról, az egyházközség történetéről, a Nozdorovszki kastélyban, a non-profit közösségi szolgáltatóház kiállító termében. Mi volt a koncepciója ennek a kiállításnak, Zsuzsa? Igazából az, hogy bemutassuk magát a reformációt, mit jelentett ez, hogyan indult ez az új egyház, ugyanakkor a tiszántúli egyházkerületnek a történetét is megmutatjuk, de a legfontosabb nyilván itt Újfehértón a közel több mint 350 éves újfehértói református eklézsiának a története. Tárgyakon, iratokon keresztül. A helytörténeti gyűjtemény tulajdonképpen már tartalmazta azokat a tárgyakat például, amiket itt most a nagy közönség láthat? Nem, ez mind az egyházunknak a gyűjteménye, és igazából ezek azért nagyon csodálatos dolgok, mert több száz év óta ezek a gyülekezet használatában is vannak ezek a tárgyak. Ezeknek legalábbis a nagy többsége. A stábunk is itt járt a kiállításon, úgyhogy most a beszélgetésünk alatt a nézők is láthatnak ezekből kis részleteket tulajdonképpen magából a kiállításból. Hogy kell ezt elképzelni? Ezek használatban voltak ezek a tárgyak, akár most is? Tehát tulajdonképpen a történelem ott pulzál minden egyes istentiszteleten, és valahol egyfajta ilyen folyamatos áradásban van ez a történet, mert ugye én úgy képzelem, hogy a liturgia során, tehát ezeknek valóban energiája van, és ha ez több száz éve ugye mondjuk használatban van egy-egy, nem tudom, kehely, például amit az istentisztelet során ugye borral töltenek meg, az mindazokat az emlékeket is hordozza magában. Igen, nagyon csodálatos volt megtapasztalni azt, amikor már idősebb gyülekezeti tagok is megtekintették ezt a kiállítást, és azt mondták, hogy ők nem is gondolták azt, hogy ők ilyen értékeket fognak a kezükbe egy-egy úrvacsorás istentisztelet alkalmával, hogy valóban a történelem van ott a kezünkben, és tulajdonképpen mi nemzedékek hosszú sorába állunk be, akkor, amikor ezeket a kelyheket megfogjuk. Tehát csodálatos dolog volt elvinni a hittanús gyermekeket a kiállításra, és megmutatni azt a keresztelő kancsót, amivel őket egykor megkeresztelték. Rámutatni arra az úrvacsorai edényre, amiből a nagyszüleiknek a nagyszüleik is úrvacsorát vettek annak idején. És ezzel valóban beállni a nemzedékek hosszú sorába, és utódai lenni azoknak, az eleinknek, akik ezeket olyan kincseknek tartották, és felbecsülhetetlen értékeknek, hogy megőrizték a mi számunkra, és nekünk kötelességünk ezt úgy továbbadni, mint egy olyan örökséget, ami értéket jelent majd az ő számukra, meg a következő nemzedékek számára. Én itt arra is gondolok, én a 80, nem is tudom, 90-es években jártam Izraelben, a Siratófalnál, és ott egyszerűen éreztem annak a nagyon-nagyon sok imának az erejét, tehát azt a sok hálát, amit ott több ezer ember nap, mint nap, a tényleg 0-24 órában tesz, tehát az annak szinte kézzelfogható ereje van. Erre gondolok, hogy ezek a tárgyak, ami tényleg ott volt, amikor valaki meggyónta esetleg a bűneit, vagy megfogadta, hogy megpróbál tisztább, szebb életet élni, ezek a tárgyak ott voltak akár a dédszüleink életében is, és most ott vannak. Tehát tényleg egy picit az ember az örökkévalóság részének érzi magát. Hát nyilván, de mi reformátusok azért igyekszünk nem túl misztifikálni ezeket a tárgyakat, hiszen a reformátoroknak és a reformált híveknek azért nagyon komoly, meghatározó gondolatuk volt az, hogy tulajdonképpen közönséges használati tárgyakból tettek egyházi tárgyakká, mégis kultikus szempontból fontos eszközökké vagy tárgyakká bizonyos dolgokat. Mi ennek
inkább a lelki, a generációs összekapcsolódását, és természetesen annak a szent voltát látjuk, hogy azért mégiscsak a Jóistennel kerül kapcsolatba az ember azáltal, hogy ezt a kezébe veszi, és annak a közösségnek válik a részeivé, amit hitünk szerint a mindenható Isten hozott létre. Tehát november 29-ig ez a kiállítás még megtekinthető. Mi lesz a sorsa utána ezeknek a tárgyaknak? Beszélgettünk erről. Örömmel tapasztaltuk azt, hogy a kormányhivatal főigazgató úr, a dr. Polgári András nyitotta meg a kiállítást 31-én, október 31-én, és nyitottság van a megyeháza irányába is, hogy esetleg a kiállítás egy részét ott is be tudjuk mutatni. Ugyanakkor nyilván, mivel molinók is készültek, azok a helyi múzeumban is megtekinthetők lesznek majd. És nekem szívbéli óhajom vagy vágyam, hogy mivel van református általános iskolánk és óvodánk, azért azok a molinók, amelyek aztán majd lekerülnek a falakról, azok ne egy poros raktárba kerüljenek, hanem azért a tanuló ifjúság előtt is kiállításra. Így van, a mindennapi élet része lesz, és nem kell 500 évet várni, hogy a reformáció 1000 éves évfordulóján ismét előkerüljön valami esetleg ezekből a tárgyakból. Köszönjük szépen, hogy itt voltak nálunk, és reméljük, hogy november 29-ig még nagyon sokan megtekintik majd ezt a kiállítást. Mi pedig hamarosan folytatjuk, egy nyíregyházi aranyanyú, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsa lesz a vendégünk. Itt a Kölcsei Televízió stúdiójában gyakorlatilag felvezettük ezt a díjat, az aranyanyú díjat, ugye Szilvási Zsuzsa, Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna, vendégünk voltál akkor, amikor még csak jelölt voltál, de valahogy annyira benne volt ez a levegőben, szinte mindenki már akkor majdnem gratulált hozzá, és itt is a díj, tehát büszkén jelenthetjük, hogy sikerült. Neked is ennyire természetes volt, amikor megtudtad, hogy tiéd ez a díj? Nem. Nem? Ez nagyon érdekes volt, nyilván nagyon-nagyon szerettem volna, tehát azért ahhoz képest, hogy a múltkor arról beszéltünk, hogy már az is nyeremény, vagy az is győzelem, hogy az ember jelölt egy ilyen díjra, azért az utolsó hetek már hatalmas izgalomban teltek, tehát én nem vagyok egy ilyen izgulós típus, tehát elég higgadt típus vagyok, de azért folyamatosan ezen gondolkodtam, már arra is gondoltam, hogy nem megyek el, mert ha mégsem nyerek semmit, az hogy fog engem érinteni? Tehát annyira izgultam tényleg, hogy már szinte magamnak is egy kicsit furcsa volt, mert nagyon szerettem volna. Megmondom, miért hatalmasat változott a véleményem. A szavazás ideje alatt olyan szintű támogatás, olyan elképesztő összezárás volt számomra tapasztalható, hogy az tényleg fantasztikus volt. Úgyhogy én nagyon szépen szeretném megköszönni Nyíregyházának, hiszen én nem rengeteg ismeretlen embert hozott az életembe ez a díj, akik most már nem annyira ismeretlenek, és nagyon-nagyon örömmel tapasztaltam azt, hogy vadidegeneknek is mennyire fontos az, hogy egy Nyíregyházán élő embert ha díjaznak, és úgy gondolják, hogy jogosan kap egy ilyen díjat, akkor szurkoljanak. Úgyhogy azért, amiért mindenki, tehát hatalmas érdeklődésre tett szert ez a jelölés, és azért már a végén nagyon szerettem volna bebizonyítani azt, hogy tényleg mi mennyire egy házáról is képesek vagyunk elhozni egy ilyen rangos elismerést. Nem akarták csalódást okozni nem, azoknak, ugye, akik rád szavaztak. És akkor hogy volt? Felhívtak, vagy követted már, akkor már biztos volt, vagy csak ott mondták? Semmit nem mondtak, úgyhogy nagyon izgalmas volt, mert semmit nem mondtak arról, hogy kinyerés mi fog történni, csak megkaptuk a meghívókat, ugye hát le kellett adni, hogy kit vihetünk magunkkal, és ott a helyszínen derült ki, és még ott sem mondták el, hanem felkonferálták magát a kategóriát a díjjal együtt, és elindult a kisfilm. Úgyhogy egészen addig, amíg az ember szóval föl nem ismerte. Olyan volt teljesen, mint egy Oscar díj átadás. Tehát addig, amíg meg nem láttad saját magad a képernyőn, addig nem tudtad. Uh-huh. És nagyon örültem, hogy a kisfilmmel, mert azért ott kellett egy-két perc, három perc, amíg összeszedtem magam, és meg tudtam egyáltalán szólalni. Uh-huh. Hát az mit érzés, ezt mindig ezt kérdezi, de én azt sem tudom, mi történt, amikor leültem, akkor kérdeztem a férjemet, mit mondtam, össze-vissza beszéltem, tehát nyilván tudatában voltam ennek,
de annyira nagyon örültem, és annyira szép volt, ami ott történt. Arra emlékszem, hogy mit mondott kis Tímea, párbajtőröző, nagy Tímea a párbajtőröző olimpiai bajnokiket, és most össze vagyok zavarodva. Magamra nem nagyon emlékeztem, de utána természetesen már összeraktam a képet. Hát nagyon-nagyon boldog voltam, tehát határtalanul boldog voltam. Azt gondolom, hogy hangot adni annak, hogy mit csinálunk, mi itt a nagy messzeségben, és egy olyan dolognak hangot adni, amiben én beleálltam, az, hogy értelmes módon integrálni, és úgy integrálni diákokat középiskolai oktatásba, hogy ők egyetemre mehessenek, és maximálisan a képességeiket kihasználni, szerintem ez egy nagyon fontos üzenet. Hiszen ennek van egy komoly tragédiája, hogy ha mi nem csináljuk, akkor nem csinálja senki. És középfokon nem tudnak ők úgy tovább tanulni, hogy egyetemet végezhessenek, csak úgy tudnak tovább tanulni, hogy speciális iskolába járnak, azok pedig kizárólag szakképzői szinten vannak. Úgyhogy innentől kezdve én is nagyon sokra értékelem, hiszen én magam sem tudtam, hogy ez nincsen máshol, tehát azt gondoltam, hogy csinálják ezt mások is, de úgy tűnik, hogy ebben a formában és ilyen mélységben nem. Akkor most ugye ti vagytok itt az a bástya, ahova majd lehet jönni, eltanulni. Hát van már Nyíregyházan egy ilyen fellegvár, a Kantémusz fellegvár, ugye ott a Kodály módszert jönnek el sajátítani, elképzelhető, hogy a Kossuth Lajos gimnáziumba majd ezért a módszerért fognak jönni. Ez a díj, ez egy örök mementó neked is arra, hogy ha nem is hiszi az ember, hogy valami, amit kitalál, annak lehet esetleg értelmes folytatása, de azért valahol ott parázslik ez a hit, mint ebben a kis rózsaszín szívecskébe valami kis szöszmösz, vagy nem tudom, akkor azért el kell indulni és meg kell próbálni. Aztán majd levonjuk a konzekvenciát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mostantól kezdve a pályafutásodat meg fogja ez a díj mindig határozni, mindig ott lesz, mint egy ilyen kis felkiáltójel, hogy mit érdemes elkezdeni. Merre felé gondolkodsz a jövőt illetően? Hát ugye azért az elmúlt 10 évben benne van egy nagyon hosszú, egy 5 éves longitudinális kutatás, kontrollcsoportos kutatás, aminek az eredményeit lassan-lassan befejezem, tehát azért nyilván tudományos irányba, most már itt hát muszáj elindulni, kész véget, eddig tartott a most már még a doktornével is meg kell bírkoznom most majd. Most már ez jön. Másrészt viszont hát természetesen a napi munka megy, most azon dolgozunk, pont befejeztük a Vakok Egyesületével, dolgozunk ki folyamatosan érettségi témaköröket, tételeket. Most fejeztük be a földrajzot és a biológiát, és nem sokára remélhetőleg fogjuk tudni kezdeni az informatikát és a társadalom ismeretet. Ugye ez is egy hiánypótló történet, nagyon-nagyon fontos, hiszen nekik nincs más, tehát most nem a mi iskolánkba járó, hanem egyéb iskolákba járó gyengénlátók, aliglátók, akiknek van lehetősége bármire, hogy tudják használni, illetve hát más tanulási nehezítettsége is, ugye a hangzóanyagok jól használhatóak, illetve a tankönyveknek az elektronikus változatán kezdtünk most el okoskodni, és azon kezdtünk dolgozni, hogy álljon a gyerekeknek minél hamarabb rendelkezésére olvasóprogram által is olvasható, akár szkennet, vagy bármiféle más változat. Úgyhogy hát a munka megy. Azért ugye ez jó, hogy vannak jó ötletek, elképzelések, de hát azért általában ehhez pénz is kell. Tehát ez nem kell pénz. Nem? Nem, tehát nyilvánvaló, tehát a kell pénz, persze világos, tehát mindenhez kell pénz, de hogy ez nem feltétlenül pénzkérdés, hiszen ezek a szkennerek az egyesületeknél, különböző egyesületeknél rendelkezésre állnak, a felolvasó programok a gyerekeknek rendelkezésére, vagy az iskolának rendelkezésére állnak, itt legfőképp a munkát kell összeegyeztetni, illetve hát igyekszünk mindig központilag megszerezni inkább ezeket a tankönyveket, de ugye nagyon sok minden változik évről évre, ezért nem tudják ők sem ezt követni, ez is szerint, tehát ez senkinek nem hibája, hanem csak itt egy kicsi ilyen részt kell tömni, és addig, amíg nem jönnek ki a központi könyvek, addig ezt így kell megoldanunk, de ez már bevett gyakorlat, tehát ehhez már a pénzt sokkal korábban megszereztük, ez már inkább csak munka kérdése. Zsuzsa, hol lesz ez a díj, hova teszed? Hát még most utazik mindig szegény. Most még mobil most is. Még mobil, kell neki horgolni egy ilyen kis rózsaszín szíves kis pigyógytartókát. Ezt megemlíteném, ezt a szívecskét, mert ez nem a díj része egyébként, nem. Hanem mellettem ült a díjátadón a Ridikül külön díjasa, és az ő szobrocskáján van egy rózsaszín kis Ridikül, üvegből fújva. És mikor megemlítettem, akkor nagyon kedvesen ő elővette egy dobozkát, ami tele volt szívecskékkel, nem is értettem, hogy ez itt hogy. És annyira kedves volt, mert így az enyémre ezt rákozott, és azt mondta, hogy most már neked is van.
Úgyhogy ez a közösség, ez egy ilyen nagyon-nagyon kedves és nyitott közösség, ami így azt gondoltam, hogy hát ez annyira szimbolikus, hogy azóta le sem vettem róla, hiszen na, ez... Na hát én meg itt próbáltam asszociálni, hogy miért is rózsaszín, ha már arany, de gondoltam, hogy meghaladja ez az én képességeim. Nem, azt egy másik aranyanyútól kaptam ott az első pillanatban, ahogy letettem az asztalra ezt a kis díjat, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is szimbolikus. Én azt hiszem, hogy, és azt szeretném, hogyha ragyogna ez a díj, akárhova teszed, és mindig tényleg figyelmeztető és egyben emlékeztető jel lenne arra, hogy jó dolgokat csinálsz, és ez az oklevél is ott lúgna valahogy, sokan lássák, és legyen kedvük és hitük tovább csinálni azt, amit elkezdenek, és hinni benne, hogy az jó irányba megy, úgyhogy szívből gratulálunk. Köszönöm valamennyi szépen. Nézőnk nevében. Köszönöm. Kedves nézők, mi pedig híradó után jövünk vissza újabb vendégekkel, és aranyló szívvel várom Önöket akkor is.